Szóval néhány hírt szeretnék megosztani a kedves nézőkkel, ezek valódi hírek lesznek. Van nekem egy rovatom itt az ATV-ben, a Start című műsorban, és tulajdonképpen egy ilyen hasonló lapszemlére fog sor kerülni. Azt érdemes tudni, hogy amilyen híreket ismertetek önökkel, azok valódi hírek, és ide ki is fogjuk vetíteni, hogyha minden úgy halad, ahogy elterveztük. Egyébként mindegyik bűnügyi hír lesz, szinte mindegyik. A szereplők között egy valaki van, aki nem bűnöző, majd a végén, hogyha megtippelik és eltalálják, akkor értékes nyereményeket lehet kapni. Ez egyáltalán nem vicces egyébként, de picit húzom az időt, mert a kollégám beállítja nekem azt a monitort. Azt figyeltem meg különben, hogy azokon nevet a legjobban a közönség, amiben abszolút nincs vicc. Ebben se volt, de most komolyan. Tehát igazából úgy lehetne megreformálni a humor szakmát, hogy egyáltalán nem mondunk humorosat, és akkor biztos a siker. Hát még nem tűnt fel ez a kép. Na mindegy, nem húzom az időt, tehát bűnügyi rovatunk következik, az Aradi Varga Show, mondjuk kékfény rovat, a különkiadása. Az első, mondom, kirabolt egy bankot, és csak egyetlen dollárt vitt magával a 65 éves férfi, különös oka volt rá. Erről van szó, ő az a férfi, az Egyesült Államokban játszódott ez a történet, ez a héten jelent meg, ez a hír. Bement a férfi, és betett egy cetlit a pult mögé, ahol ült a banktisztviselő, az volt elérve, hogy elnézést kérek, ez egy bankrablás, de csak egy dollárt kérek, nem nagyon akart kekeckedni a banktisztviselő, és adott egy dollárt az embernek. Ő nem távozott el a bankból, hanem azonnal magára hívta a rendőrséget, és közölte, hogy ő kirabolta a bankot. Tényleg így volt. És utána elmondta, hogy valójában azért tette ezt, mert börtönbe akar menni. Hát úgy tűnik, hogy sikerült a tette, de én a mögöttest keresem itt a történetben. Szerintem náluk nincs minden a legnagyobb rendben otthon. Tehát úgy érezte az ember, hogy a börtönben is szabadabb, mint az asszonnyal egy fedél alatt. És tulajdonképpen itt már a párkapcsolati problémákhoz érkeztünk. Nyilván itt senki nem érintett ebben, mint ahogy én sem, de az már a végkezdete, amikor mondjuk a férj Macinak nevezi az asszonyt. Vagy amikor hétvégére már nem öltöznek fel pizsamából, mert mondjuk arra két napra már mindegy, majd hétfőn. Vagy amikor a házas élet dinamikája kezd erős párhuzamot mutatni a Coca-Cola fejlődés történetével. Ez megvan, nem? Először volt a normál, aztán jött a light, aztán meg a zéró. Nézzük a következő bűnügyi hírt. Rablás közben elaludt a benyugtatózott betörő. Ez Budapesten történt. Ki akart rabolni egy családi házat, de hát előtte izgult, nyilván nem egy gyakorlott betörő, nyugtatót vett be, hogy jól menjenek a dolgok, csak túl nagy volt a dózis, és elaludt, leheveredett a nappaliban, lehet, hogy esetleg előtte át is öltözött pizsamára, és adott egy jó étpuszit a gyereknek, ez nem tudom, hogy így volt, de egy a lényeg, a rendőrök ébresztették, és mivel volt egy hasonló hír, amikor a benzinkút rabló aludt el a benzinkút pulton, és őt is a rendőrök ébresztették, hát nekem az a benyomásom, hogy ez a szakma válságban van. Mentális problémákat vélek felfedezni, túlhajszoltak a betörők, a rablók. Nyilván ilyen forint árfolyam mellett nekik is több a munkájuk. De mivel ez a megoldások műsora, én azt mondanám, hogy próbálják ki a macskagyökér kivonatot. Szerintem csak konzultáljanak kezelőorvosukkal, gyógyszerészükkel, de szerintem van megoldás. Na nézzük a következő brutális bűnügyi hírt. Az úgy szól, hogy elképesztő amatőr módon bukott le egy bűnbanda, amikor a túl sok pénz hoz bajt. Itt a fotón látható az az összeg, font bankjegyeket látnak, amit ez a bűnbanda összerabolt Londonban. Ők egyrészt drogdílerek, másrészt pedig fegyverkereskedők. Ez ugye rendben is van, és látszik, nem tudom, nem akarok tényleg személyeskedni, de önök között esetleg van drogdíler vagy fegyverkereskedő? Ön olyan ismerős. Ja, nem, elnézést, jó. Szóval, összeraboltak ennyi pénzt, de az ágynemű tartóba tették. És így buktak le, és a rendőrök meg voltak döbbenve, hogy lehetnek hát ennyire felelőtlenek.
Úgyhogy én azt mondanám, nem, most tényleg, ha van önök között hasonló foglalkozású, akkor személyesen is tanácsolnám, hogy szóval próbáljunk stratégiailag gondolkodni, hogyha ennyi pénz, 2 milliárd forint áll a házhoz, akkor azt be kell fektetni. Mondjuk itt van ez a szuperbiztos magyar államkötvény, ezt tudnám ajánlani, vagy bármi, csak fektessük be, ne az ágynemű tartóban tárjuk a pénzt, mert különben úgy járunk mindezek, akik aztán itt a hírekben szerepelve lebuktak, és most a börtönben ülnek. Nos, a következő, az már hazai vizeinkre visz minket. Gáspár Győző azt nyilatkozta, hogy az életemet adnám Orbán Viktorért. Hallom ezeket a döbbenetet kifejező, hogy ezen nem mernek nevetni, de jobb is egyébként. Tehát jobb, ezen tényleg jobb nem nevetni. Vannak azért olyan viccek, amiből nagy baj lehet. Na most én szóltam. Önnek kifejezetten szóltam. Ne gondoljuk, hogy a tegben nem nézik az Aradi Varga Show-t. A legnagyobb rajongók. Van egy külön alosztály. Az Aradi Varga alosztály. Tibit, Feri most megijedt. Na, egy a lényeg, hogy tehát Gáspár Győző az ügye előzmény, hogy miért akarná az életét adni. Létrehozott egy alapítványt Gáspár Győző, aminek az a célja, hogy eljuttassa az emberek hangját Orbán Viktorról. Szerintem ez rendben van úgy alapvetően, bár zárójelben megjegyezném, hogy erre már vannak csatornák, ugye itt a Pegasus szoftver. De mindegy, ő létrehozta, és utána olyan támadásokat kapott Győzike, hogy erre reagálva mondta azt, hogy legyen ami lesz, ő az életét adná Orbán Viktorért. Most ezzel kapcsolatban annyit mondanék, hogy legutóbb akkor nyilatkozott úgy, hogy eldobja az életét, tehát az életét adja, amikor az adóhatóság 90 millió forint hátralékot akart rajta behajtani. Akkor mondta, hogy inkább eldobja az életét. Szóval én azt mondanám Győzikének, mivel hogy egy életünk van, hogyha oda kell áldozni, akkor inkább a nemesebb cél érdekében, nem? Most az önök segítségét kérném, ugyanis a polisz.hu kiadott egy körözést, mindjárt megmutatjuk önöknek. Egy rendkívül veszélyes bűnözőt keres, Z. Gyulának hívják az illetőt, és az Árkád üzletközpontban garázdálkodott, valamint rabolt. Az a helyzet, hogy viszont nem mellékeltek mellé személy leírást, úgyhogy én röviden elmondanám. Tehát a keresett illető 35-40 év közötti férfi, fekete szemű és fekete hajú. Különös ismertető jele nincs. Aki tud róla bármit, az jelez a legközelebb álló, az önökhöz közel álló rendőri erőnek. És akkor az utolsó történet, ez egy nagyon drámai történet, ezt ki kell fejtenem bővebben. Elvitték a halott nagybácsit a postára, hogy az ilyen megrendítő történeteken... Én azért több együttérzést kérnék önöktől, tehát érettséget, megrendülést, bánat, szomorúság. Szóval elvitték a halott nagybácsit a postára, hogy felvegyék a nyugdíját. Ez Írországban történt, tehát nálunk ilyen nem történhet. Azonnal összeomlana a nyugdíjrendszer. Egy a lényeg, hogy tehát meghalt ez a szerencsétlen ember, és az unokaöccse megőrizte a lélek jelenlétét, azonnal átment a postára, és elkérte a nyugdíját. De a postán közölték vele, hogy sajnos a nyugdíjat az csak személyesen az érintett veheti fel. Nem jött zavarba az öcsi, hanem egy cimborájával, amíg otthon hát teljesen ki sem hűlt holttesttel együtt, hármasban visszamentek a postára. De most nyilván itt ez egy kérdés, hogy ilyen módon megvalósult a személyes jelenlét, már a nagybácsi részéről. Ez tulajdonképpen filozófikus kérdés, mert mondjuk a keresztény zsidó kultúrkörben a személy önmagában a test által nem valósul meg, vagy nem jelenik meg, oda kell szellem és lélek, igaz? Tehát abban nem vagyok biztos, hogy az unokaöcsi ilyen mélységig elmerült a bibliai antropológiában. Ők csak álltak ott hármasban, amikor oda lépett valaki, és azt mondta, hogy nincs túl jó bőrben az öreg. Erre viszont bepánikolt az unokaöcsi és a cimborája, és ott hagyták a nagybácsit, elrohantak. Most ugye ilyenkor látszik, hogy mennyire fontos a családi támasz, mert ennek hiány a nagybácsi eldőlt, mint ahogyan a nyugdíjjogosultság kérdése is. Hát köszönöm szépen, ennyi volt mai bűnügyi rovatunk, további szép estét önöknek.